Híresek lettünk. Bent vagyunk az újságban. Eljöttünk egy kicsit a Balatonra kikapcsolni. De még mielőtt ezt megmutatom, legyen egy kis autós találkozó. Úgyis szar volt ez a nyár, elmaradt egy csomó rendezvény az 500 fős korlátozások meg a vírus miatt, úgyhogy arra gondoltam, tart egy barátom egy étteremben egy Challenger Charger találkozót, miért nem menjünk el oda? Úgyhogy szereztem egy autót, hogy őszinte legyek, kettőt, de erről majd később. Ezzel el tudunk menni a találkozóra. Hozok egy kis nyarat, hozok egy kis autós találkozót. Úgyis kevés volt ilyenből az idén. Hát, ha jó lesz. Úgyhogy gyerünk, induljunk el. Érezzük jól magunkat egy kicsit. Kicsit bele kell húznom, mert elszöszbe töltem az időt, és a másik autó, akivel együtt megyünk, már jóval előttem jár. Érzem magam, mint Vin Diesel a Halálos iramban 3,5-ben. Na de lássuk azt a találkozót!
No rest. No, no. I've been down so long that my mind can't get no rest. No, no. This ain't easy, darling, 'cause the devil's on my trail. Ha. I've been running. Itt már valaki felkaparta az aszfaltot, szerintem megyünk mi is. És hadhatok egy tanácsot, Oroszlány, Kossuth utca 12, tessék ide jönni enni, tessék ide jönni autós találkozóra, bazi jól fogtok lakni. Éppen vágom a videót, és most jöttem rá, hogy ott, akkor valami fontosat elfelejtettem mondani. Mégpedig az, hogy ez nem fizetett reklám. Puszta jó volt az étel, és jól éreztük magunkat. Srácok, szerintem tök jó volt. Nem volt 1000 autó, de talán lehet jobb is így. Az a jó ezekben a bulikban, főleg az ilyen kicsikben egyébként, de a nagyokban is, hogy számodra addig idegen emberekkel összehoz az autó iránti rajongásod, vagy szereteted is. Ja, és itt szeretném megjegyezni, és üzenni a kék Oktáviában, a vendéglő előtti úton fel alá cirkáló biztos uraknak, hogy esküszöm, mi nem kapartunk, mi nem hagytunk nyomokat az úton, szépen csendben távoztunk, ugyanúgy, ahogy érkeztünk is.